Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Moldován László, az LMP képviselője. Jó napot kell. A 7. kerületben és az 5-ös számú választó körzetben ön a jelölt, a 6. és a 7. kerületben. Így van. Ez az egész úgy tűnik most, hogy célegyenesben érnek a hajrába vagyunk már, mint hogyha ez egy kisebb fajta háború lenne. Van, aki föladja, van, aki folytatja. Mi szerint döntik el a képviselőjelöltek, hogyha már idáig futottak, akkor most abba adják? Idő előtt elfáradnak, vagy miről van itt szó? Hát ezt lehet, hogy őket kéne megkérdezni, nem tudom, ugyanis itt... hogy ez magára nem jellemző. Nem, abszolút nem jellemző. Itt elvileg arról kell szólni a választási küzdelemnek, hogy programokat adjunk, a jelölteket megismertessük, melyik a hiteles jelölt, melyik az a jelölt, amelyikre rábíznánk szívesen az ország ügyeinek az intézését. De itt nem erről van szó, itt matekozás folyik elég régóta, pont azért, mert vannak olyan pártok, amelyeknek nincsen programjuk, csak arra képesek, hogy valamilyen módon megpróbáljanak nyomást gyakorolni a többi pártra, hogy azok léptessék vissza számukra a jelöltjeiket. Nem is értem ezt a dolgot, nem erről kéne szólni egy választási küzdelemnek. Igen ám, de Tordai Bence, aki ön előtt volt, aki a Párbeszédnek a szója, és valamikor egy pártba voltak, ő azt mondta, hogy az LMP-nek föl kéne ismernie a politikai felelősségét, az esetleges kormányváltás maguk miatt lesz vagy nem lesz. Mit tud erre mondani? Hát... Vigyázzon, mert Bencét nagyon kedveljük, mert korán reggel mindig jön, amikor értem, írjuk. Én meg direkt várok 10 másodpercet, hogy nehogy elhamarkodottan válaszoljak, mert olyat mondanék az első indulatomban. Hogy mondjam, tehát nem véletlenül Bencével más pártba kerültünk, hogy finoman fogalmazzak, tehát ő elment az LMP-ből, egészen más, hogy látjuk a világot. Én azt gondolom, hogy az ő pártja, illetve a baloldali pártok, a DK, az MSZP és a nagyon sokat tettek azért, hogy Orbán hatalomra kerüljön és hatalomban maradjon. Tehát azt megpróbálni ránk tolni felelősséget, hogy most akkor Orbán hatalomba tartásához... De ez miért Orbánról van szó állandóan? Képviselőjelölt úr, illetve képviselő, hisz most is képviselő, csak nem országgyűlésén, nem helyi, és az LMP etikai bizottságának az elnöke. A demokrácia alapja az egy népszavazás, az egy választás. Tehát akkor nem Orbánozni kéne, vagy egy másik pártra, hanem ünnepelni azt, hogy szabadon. Nem tudom, hogy tudja-e, hogy mit jelent az, hogy szabadon. Persze. Tehát szabadon választani. Ez a sok gyűlölködés inkább örömünneppé kéne váljon. Egy májusi bulivá, vagy egy áprilisi bulivá, hogy itt van április 4-e, dalolva zengjük azt, hogy 8-án választhatunk szabadon. Hát nem klassz dolog az, hogy nem 99%-kal győz valaki? Hát maga a választás tényleg nagyon klassz dolog, hogy egyáltalán több pártrendszerű választás, ez nagyon klassz dolog. Na hát ennek kéne örülni. Ez ebben teljesen igaza van, de azért ezt ne felejtsük el, hogy az Orbán rendszer meglehetősen 2010 óta úgy működött, ami nem a demokrácia felé ment. Tehát a demokrácia lebontása felé, a jogállam ön lebontása. Ön szerint vannak, akik meg azt mondják, hogy ez nem. Természetesen, de engem vannak, akik meg azt mondják, hogy nem anarchia szerint, hanem anarchisztikusan, hanem egy bizonyos állam. Hát azért az anarchia és az Orbán rendszer között azért elég sok átmenet van. Én azt gondolom, hogy nem egy követendő példa az Orbán rendszer, enyhén szólva. Én azt gondolom, hogy tényleg... Ilyenkor meg kell győzni az embereket, és demokratikus úton... Ebben teljesen egyetértünk, én ezt csinálom. De akkor folyik a választási kampányom. Akkor magyarázza meg nekem, hogy hol van a demokrácia abban, hogy én elhiszem magának, hogy egy rendes ember, azt mondom, hogy eléggé kopasz ahhoz, hogy magára adjam a szavazatot, aztán egyik reggel azt fogja nekem mondani, hogy na nézzék, uraim, én úgy döntöttem, hogy inkább helyettem szavazzanak valaki másra. Tehát nem értem a logikáját ezeknek a visszalépéseknek. Én sem. Ezt persze magától azért kérdezem, mert maga soha nem fog visszalépni. De ennek a logikáját mivel tudja megmagyarázni? Azokat, akik visszalépnek, ha megkérdezem, akkor azt mondják, hogy én buta vagyok és nem értem. Hát tényleg... Igazán ők, tehát a politika egy mocskos dolog, ez sajnos ez így van. De izgalmas. Izgalmasnak, de mocskos dolog. Tehát itt nem arról van szó, hogy elmondtam, ha hogy... Ha jól játsszák, akkor egy szép játék. Így van, de hát Magyarországon soha nem volt még ilyen, hogy jól játszották volna.
Tehát majd lesz. Pont az a probléma, hogy egy normális országban azt gondolom, egy választás tényleg a programokról szól, a hiteles jelöltekről, és azok versengenek egymással. De Magyarország soha nem volt normális ország, remélem, hogy lesz még. De hogy itt nem erről szól, hanem arról szól, hogy baloldali pártok, amelyeknek el kellett volna már tűnni a sűjesztőben, akkor Orbánt már rég leváltottuk volna. Foggal, de miért körülmel... Orbán baloldali? Nem, akkor tudtuk volna leváltani, ha egy normális baloldal lenne. De erről beszélek, hogy nem. Ezeknek a pártoknak semmi más kívánságuk nincs a választáson, mint valamilyen módon a hatalom közelében, a húsos fazék közelében maradni. Ezért nem ez arról szól... Vád. Ez nem vád szerintem, ez az én véleményem. Pont erről szól, hogy nem programot adnak, meg nem a hiteles jelölteiket mutatják be, mert azok nem nagyon vannak, hanem megpróbálnak nyomást gyakorolni az LMP-re is, meg a többi pártra is, hogy azok lépjenek vissza. Na, hát pont arra, ahogy mondta ön is, én szerintem egy választás nem arról szól, hogy egy képviselőjelölt elindul, és akkor egyszer csak bejelent, hogy ő visszalép. Sőt, hát az Együttnek nagyon sok olyan képviselője, még el se kezdődött az ajánlásgyűjtés, de ők már visszaléptek, és akkor néztem, hogy mi történik ebben az országban. Hát ez egyszerűen tényleg nonsense. Itt arról szól, a különböző pártok kiválasztott képviselő elindulnak egy országos választáson. Ezek a azt mondják, hogy mert olyan a választási rendszer, hogy különben nem lehet előre. Persze, jutni. De akkor miért indulnak el, olyan a választási rendszer? Na ez itt a kérdés. Na hát ez a kérdés. Szó sincs ilyenekről, az a probléma. Itt csak arról van szó, hogy kézzel, lábbal, foggal, körömmel ragaszkodnak az eddigi pozíciójukhoz, egzisztenciájukhoz, és semmi másról nem nincs szó, ezt én nagyon jól láttam LMP-sként, semmi másról nincs szó, mint hogy megint 4 évig beülhessenek a parlamentbe, mikor már egyértelműen bizonyították, hogy szem közt, teljesen... Két szemüvegbe és négy igen. szem közt vagyunk, és itten csendesen beszélgetünk magunknak, persze közben legalább 3 millió vagy közel 4 millió néznek minket, nem beszélve majd az ismétlésről, hány százalékot remél? Az LMP-nek? Uh-huh. Az LMP-nek olyan 10-15% között. Maga mer nagyot gondolni, hát, de ezzel nem lehet kormányt alakítani. Nem is. Vagy majd sajnos, a Jobbikkal fognak együtt nem, kormányozni? Sajnos még nem tartunk ott, hogy az LMP egyedül alakítson kormányt. A Jobbikkal biztos, hogy nem fogunk. Meg nem erősített hírek szerint önök a mostani kormányzó párttal, a Fidesz-szel és a KDNP-vel készülnek kormányozni. Erre mit tud mondani? Az, hogy ez hazugság. Tehát kizárt, hogy a Fidesz-szel bármilyen kormányba menjünk, kizárt, hogy a Jobbikkal, de az is kizárt, hogy a MSZP-vel vagy a DK-val. Nézze, én nem vagyok egy matematikai zseni, de egyedül 10-15%-kal mit lehet csinálni a homokozóba várat építeni? Hát nem, azért ellenzéki szerepre lehet készülni. A szó. És konstruktív ellenzéki módon lehet ténykedni továbbiakban. Akkor ezek szerint az önök célja nem az, hogy kormányváltás, hanem demokratikus úton. De abszolút a kormányváltás a célunk, mi mindent megteszünk ezért. Nagyon fontos, hogy a választók egy dologban egyetértek Tordai Bencével, hogy nagyon fontos, hogy nagyon sokan elmenjenek, tehát 70-75% a választóknak legalább elmenjen, de nyilván az se baj, ha több, sőt, az nagyon jó, és akkor le lehet váltani az Orbán kormányt, aztán meglátjuk, hogy az eredmények tudatában, hogy mi a jövő. Én kizártnak tartom, hogy ezekkel a pártokkal koalícióra lépjen az LMP. Tehát ha így kérdezi, akkor nem... Na jó, akkor most, hogy tiszta vizet öntsünk a igen. pohárba. Amennyiben az ellenzék kormányra jut, akkor önök a parlamentbe bejutnak ilyen 10-15%-kal, akkor az ellenzék ellenzékei lesznek? Vagy... Hát akkor az ellenzék már nem lesz ellenzék, de egyébként ezt nem... Hogy mondjam, ilyen forgatókönyvet senki nem mond, illetve aki azt gondolom a valóságtól elrugaszkodott, hogy most itt a DK vagy a Párbeszéd, illetve a DK-MSZP hatalomra fog kerülni, kormányra fog kerülni, ilyen nem lesz. Itt az lehet csak a cél. De hát akkor hogy lesz kormányváltás? Akkor itt tóvavó lesz, nem, mondják azért, az azért, magyarul anarchia lesz. Nem, azért ez egy érdekes, és reméljük, hogy így lesz, tehát a Fideszt 50% alá lehet szorítani, és akkor meglátjuk a jövőt, vagy kisebbségi kormányt fog alakítani, vagy valamelyik arra hajlandó párttal koalícióra lépni, vagy a Jobbikkal, vagy az MSZP-vel. A Fáma ezt mondja, hogy az MSZP hajlandó lenne erre. Itt igazán ez a cél. Tehát nyilván mi reálisan látjuk, önállóan az LMP most nem fog kormányt alakítani, nem fogunk semmilyen koalícióra lépni, se a baloldallal, se a Jobbikkal, se a Fidesszel. Az lehet a fontos cél, hogy a Fidesz 50% alá kerüljön, és
ne tudjon úgy kormányozni, ahogy eddig kétharmados, majdnem kétharmados többséggel minden az akaratát simán átvitte, ezt meg lehet akadályozni. Mi lesz azokkal, akik elhitték, hogy Szél Bernadett miniszterelnök lesz? És mi lesz azokkal, akik elhitték, hogy Karácsony Gergő miniszterelnök lesz, vagy Szigetvári Viktor, vagy sorolhatnám, tehát nagyon sok miniszterelnök jelölt. Azt mondja volt, meg nekem, hogy a parlamenti eskületételnél nyakkendőt fog venni, meghazudtolja önmagát? Nem szeretnék. De a parlamenti eskületételnél ott szeretnék lenni, nyakkendőt nem szeretnék venni. Szerintem nem, nem ezen múlik. Hanem mind esküttevő. Köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, visszavárjuk. És bízunk abban, hogy mindenki elmegy szavazni, és él ezzel a joggal és lehetőséggel. Magának meg gratulálunk, hogy nem állt be ebbe a dominó hullámba, és nem hiszi azt, hogy jobb az megbirkózás helyett ajánlani valakit. A párbajban sem szokás ezt. Így van. Köszönöm de szépen. De bízzuk a választókra, hogy nekik is tetszik, én csak egy közvetítő vagyok. Nekem minden esetre tetszik az, aki nem lép vissza. Köszönöm hogy rendelkezésünk rád. Előzetesek, és már is következik, nézem a papírjaimat, ki fog következni? Dr. Latorcai Csaba, miniszterelnökség, miniszter helyettes, nem, akkor újra kezdem, Dr. Latorcai Csaba a miniszterelnökségről, aki helyettes államtitkár, aki az elmúlt napokban éjjel-nappal dolgozott, ma például, ha minden igaz, a Liszt Ferenc téren egy Liszt kis plasztikát is átfogadni, őt kérdezzük, a várról és még sok érdekes dologról kell egy kis pihenés a sok politikus között. Megnézzük, hogy ki felel azért, hogy örökségvédelem és hasonló is legyen kis hazánkban. Tartsanak velünk!